hogy így mit szeretnénk, meg kihez szeretnénk szólni. Inkább az a terv, hogy minél szélesebb réteghez eljuttatni ezt a zenét, aztán úgyis ők döntik el, hogy ez most jó vagy sem. Gyakorlatilag csak pozitív visszajelzéseket kaptunk. Egy-két olyan kivételt eltekintve, mondjuk a negatív hangok azt mondják, hogy mi elpoposodtunk korábbi önmagunkhoz képest. Ezt én nem feltétlenül írnám alá. A másik viszont az, hogyha poposodunk, azért ha megnézed a Majdnem Kaliforniának a szöveget vagy a klipjét, azért erőteljesen a pop ki van figurázva. Tehát, hogyha valaki ezt a fajta humort nem érti, vagy nem bevő rá, akkor lehet, hogy nem mi vagyunk a kedvencei, de semmi baj nincs ezzel. Népművelőként nem tüntetném fel azért magunkat semmiféleképpen, inkább ilyen saját élményekből tapasztalva próbáltam ezt a dalszöveget kikerekíteni, amelyik két perc alatt íródott meg, és akkor az azt példázza, hogy hogy lehet ilyen rettenetes magasságokba eljutni, mint mondjuk a Fizzenekar, aki az MR2-nek ad interjút, és akkor itt most meg is állt az élet. Most nyáron én a Szépen Hangosan című számunkat javasolnám, ami arról szól, hogy minden fesztiválon ugyanazok a rettentő unalmas zenekarok lépnek fel, magunkat is beleértve, és hogy egy kicsit már lehet, hogy unják ezt az emberek, de lehet, hogy nem. Figyeljetek rá egy kicsit, légy szíves, jó? Ha már itt vagyunk, hogy eljátszunk egy számot, úgy gondolod, hogy eljátszunk most? Vagy egy másikat játszunk? Legyen az a szám, hogy most jön. Hú, ez olyan nem meg az ki. Jön egy szám! Egyébként a magyar zenekarok közül van kedvenced, akit szívesen hallgatsz? Inkább azt mondom, hogy volt. Volt? Volt kedvenc, én a Rémembert szerettem a legjobban, aztán a második legjobb magyar zenekar voltak. Én mai napig funk rock, ilyet, mint a Fish szeretnék játszani, csak állna leszavaznak. És sajnálatos módon már nem üzemelnek. Nem, még a Rémember úgy, ahogy létezik, mi az Áronnal, Vasalóval elnézést, Rémemberbe jöttünk, tehát az még így létezik, csak egy angol nyelvű énekessel, egy angol sráccal, most lesz egy új klip, egy kis reklám. Fú, itt most köszönjük, ennyi elég is volt. Rajta tartom amúgy így a magyar zene élet pulzusán a mutató ujjamat. Köszönöm szépen. Az Óriásékat nagyon szeretem, de ott mondjuk elfogultság is van, mert nagyon jó barátságban vagyunk. Ugyanaz a helyzet az Isten hát a mögöttel, vagy adott esetben a Subscribe-bal, de van még a 30Y-kal is nagyon jóban vagyunk. Nem feltétlenül, én nem nagyon szeretek zenét hallgatni, megmondom őszintén, mert rengeteget próbálunk. Én rengeteget DJ-zek mellette, ilyen heti 3 bulim van körülbelül, és nálam a pihenés abban merül ki nagyjából, hogy hazamegyek, és így konkrétan semmit nem csinálok, igen, és virágokat is szoktam locsolni, képzelem.